Jó napot kívánok! Beleznai Nándor vagyok, a Wagner Solar Hungária Kft.-nek az ügyvezetője. Az elkövetkező negyed órában a megújuló energiaforrásokról, ezeken belül is bővebben a napelemes rendszerekről fogok egy pár szót beszélni. Cégünk 2002-ben alapult, lassan 14 éve dolgozunk a magyar piacon, azóta több száz napelemes rendszert, napkollektoros rendszert és különböző megújuló energiaforrás hasznosító eszközt telepítettünk, és elmondható az, hogy egyre nagyobb az igény ezekre az eszközökre, immár most már Magyarországon is. Sajnos ma Magyarországon még viszonylag kevés terméket gyártanak, nagyon sok termék közvetlenül gyártóktól, Európából is távol-keletről érkezik Magyarországra, ezért nagy a szórás a termékek felelhetőségében. Mi nagyon sok családi házba telepítettünk különböző rendszereket, az első években napkollektoros rendszereket, és ezt követően az igény úgy alakult, elég sok hőszivattyús rendszert, pelletkandalót, pelletkazánt, és az utóbbi években elsősorban napelemes rendszert telepítünk. A megújuló energiaforrások, ez egy viszonylag tág fogalom, nagyon sok eszközt lehet ide beérteni, viszont egy közös jellemzője van ezeknek az eszközöknek, mindegyik a működése során részben energiát takarít meg a hagyományos környezetkárosító energiákkal szemben, másrészt pedig a környezetet tudjuk ezekkel óvni. Elmondható ezekről, hogy általában a működésük során nem bocsájtanak ki káros anyagot, illetve ha van olyan, ami égésterméket bocsájt ki, az általában annyi égésterméket bocsájt ki, amennyit a keletkezése során felvesz. Fontos információ az, hogy egy családi házban az éves energiafogyasztásnak a költsége az akár 4-5-600 ezer forint is lehet, amit hogyha összerakunk egy emberöltő alatt, ez akár több 10 millió forint is lehetséges. Ez azt jelenti, hogy amit az ember elhasznál egy élet alatt, az meghaladhatja azt az értéket, amennyi mondjuk egy ingatlannak a bekerülési költsége. A megújuló energiaforrásoknak nagyon nagy előnye az, hogy a működésük során, ahogy az előbb is elmondtam, nem fog semmilyen környezetkárosító hatást eredményezni, nagyon sok energiát meg tudunk vele, hagyományos energiát meg tudunk vele spórolni, ezzel rengeteg pénzt meg tudunk takarítani, és azon kívül nagyon kevés karbantartást igényelnek ezek az eszközök. Megújuló energiaforrásként számtalan termék kapható a piacon. Mint említettem, napkollektorok vannak, hőszivattyúk, napelemek, különböző biomassa hasznosító eszközök, ezek lehetnek pelletkazánok, pelletkandalók vagy faapríték kazánok. Ezeknek a telepítését mi az elmúlt években szinte mindegyiket elvégeztük, nagyon sok tapasztalatunk van róla. Az elkövetkezőkben elsősorban a napelemes rendszerekről fog néhány szót beszélni. Elsősorban azért, mert azt tapasztaljuk, hogy az utóbbi években a napelemek árcsökkenése véget, ezekre van most a legnagyobb kereslet. Egyébként talán az egyetlen olyan megújuló energiaforrás hasznosító eszköz a napelem, ami a működése során, a több évtizedes működése során nem igényel semmilyen karbantartást, nem igényel semmilyen gondozást. Ennél fogva én azt gondolom, hogy egy ritka tulajdonságú eszközről beszélhetünk. A napelemes rendszerről azt kell tudni, hogy villamos energiát tudunk előállítani a napsugárzás hatására. Ezt a villamos energiát, ezt egyenáramként nyerjük a napelemekkel, és ezt az egyenáramot egy inverteren keresztül átalakítjuk váltóárammá, és ezt a váltóáramot lehet a hálózatba visszatáplálni. Kétféle napelemes rendszer létezik, vannak a szigetüzemű rendszerek, és vannak a hálózatba tápláló rendszerek. Elsősorban a hálózatba tápláló rendszerek terjednek el szerte a világon. Ezek azért, mert nyilván a hálózat szinte mindenhol elektromos energiát fogyasztanak rendelkezésre el, és a maga rendszer az úgy működik, hogy az áramot előállítjuk, azt közvetlenül el lehet fogyasztani az előállítás helyszínén, illetve hogyha többet termel a rendszer, akkor ezt vissza lehet táplálni a hálózatba, és a hálózatból később el lehet fogyasztani.
Azt, hogy kinek lehet telepíteni egy napelemes rendszert, ezt szerintem mindenki tudja magától is, hisz mindenki fogyaszt villamosenergiát, értelemszerűen ahol villamosenergia fogyasztás van, ott elő lehet állítani helyileg ezt az energiát, és saját magának az ember ezt be tudja táplálni, illetve a hálózatába, illetve el tudja fogyasztani. Teljesen mindegy, hogy családi házról beszélünk, vagy nagyobb intézményekről, nagyobb fogyasztókról, néhány kilovattos rendszert ki lehet építeni, egész több száz megawattig, erre szántam példa van most már a világon is, illetve most már Magyarországon is több megawattos rendszereket építettek. Értelemszerűen mindenkinek lehetősége lehet arra, hogy egy ilyen rendszert telepítsen saját felhasználásra. A maga rendszernek a kiépítése, ez viszonylag hosszadalmas időszak, részben azért, mert a előállított áramot vissza kell táplálni a hálózatba. Ennek köszönhetően az áramszolgáltatóval egy egyeztetés, egy engedélyeztetés szükségeltetik. Ez azt jelenti, hogy az áramszolgáltató hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a termelt energiát visszatápláljuk a hálózatba. Általában a gyakorlatban ez úgy működik, hogyha valaki egy ilyen rendszert szeretne telepíteni, hogy elmondja az igényeit, ezt az igényeket feldolgozzuk, ennek alapján készítünk egy előzetes árkalkulációt, amennyiben ez szimpatikus az ügyfeleknek, akkor a helyszínen ezt egyeztetni kell, hogy az a rendszer ott milyen feltételekkel hogyan telepíthető. Ha ennek nincsen akadálya, akkor lehet egy szerződést kötni, a szerződéskövetés követően lehet elindítani az ügyintézést. Az ügyintézés az egy képlépcsős folyamat. Első lépcsőben, első körben az áramszolgáltatótól egy elvi hozzájárulást kell kérni. Amennyiben ez megvan, azt követően lehet benyújtani a hálózatra csatlakozási dokumentációt. Ez a csatlakozási dokumentáció ez egy egyszerűsített villamos terv, amit az áramszolgáltató általában elfogad, és amennyiben ez elfogadásra kerül, ezt követően lehet a napelemes rendszert az adott helyszínen kiépíteni, majd a hálózatra rákötni, és előkészíteni a beüzemelésre. Amint ez megtörténik, utána lehet ezt az elvégzett munkát az áramszolgáltatónál készre jelenteni, majd a készrejelentés követően az áramszolgáltató szerződésmódosít, felszerel egy adveszmérőt, és ettől a pillanattól kezdve a rendszer működőképessé válik. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a rendszer áramot termel, az vagy elfogyasztásra kerül, vagy visszajut a hálózatba. Nagyon fontos tudni azt, hogy egy napelemes rendszer esetében a rendszer az csak és kizárólag a hálózattal közösen együtt tud működni. Ez azt jelenti, amennyiben megszűnik a hálózati feszültség, annak ellenére, hogy a napelemes rendszer ott van és mondjuk süt a nap, a rendszer az működésképtelenné válik, és csak akkor fog újra működni, ismét elindulni, amennyiben a hálózati feszültséget visszaadják, és mind a hálózaton egy stabil energiaellátás biztosítható. Az ügyintézésnek a folyamata az árátkéréstől egészen a mérő cseréig, az megközelítőleg 2-3 hónap, erre mindenkinek időt kell szakítani, és ezt türelemmel ki kell várni. Nagyon fontos az, hogy aki napelemes rendszert telepít, az annak célszerű az áramvételezését éves elszámolásban rögzítenie. Ugye ez azt jelenti, hogy minden év végén egy meghatározott időszakban leolvassák az adveszmérőnek az állását, mérni fogják azt, hogy mennyit termelt a rendszer a hálózatba, mérik azt is, hogy mennyit táplált vissza a hálózatba, és a kettő közötti különbség kerül elszámolásra. Megfelelő méretezés mellett, megfelelő tervezés mellett elérhető az, hogy az éves villamos energiafogyasztás az azonos legyen a visszatáplált mennyiséggel, értelemszerűen, amikor az elszámolási időszakban, akkor a fizetendő energia mennyisége az 0 forintot meg tud közelíteni. Nagyon fontos információ az is, hogy a napelemeknek az élettartama nagyon hosszú, ezek 30-40 évig garantáltan tudnak működni, ezt részben a gyártók is garantálják, egy nagyon viszonylag hosszú termékgarancia van, ez a termékgarancia 10-től 30 évig terjed ki, és azon kívül van egy úgynevezett teljesítménygarancia, ami arra vonatkozik, hogy a napelem az évek során hogyan veszít, hogyan romlik a teljesítményéből, hogyan romlik a teljesítménye. Mi egy piacon kapható, talán a legmodernebb invertert szerelünk leggyakrabban, ez egy SolarEdge nevű inverter, ennek számtalan jó tulajdonsága van, többek között az, hogy a napelemeket egyenként tudja kezelni. A maga a rendszer, amikor kiépül, az úgy történik, hogy a napelemeket egymáshoz képest, egymás mellé egy tetőre, vagy ha lehet, akkor egy állványszerkezetre szoktuk szerelni, és ezek a napelemek általában sorba vannak kötve. Ez azt jelenti, hogy mindegyik hatással van a mellette lévőre, abban a sorozatban, amelyikkel össze van kötve.
SolarEdge inverternek az a nagyon különleges tulajdonsága, hogy ezeket a napelemeket külön tudja kezelni. Ez azt jelenti, hogy ha bármelyik napelemre egy sorozatba, egy mezőbe valamilyen árnyékvetül vagy valamilyen meghibásodás keletkezik, akkor az csak is kizárólag egyetlen egy napelemet érint, a többi napelem az a maximális teljesítményen tovább tud üzemelni. Ezen túlmenően ennek az inverternek nagyon jó a bővítési lehetősége, rá lehet kötni az internetre, és ezáltal minden egyes napelemet külön távolról lehet figyelni, lehet látni ennek a teljesítményét, nagyon hosszú a garanciája, és viszonylag kevés pénzért meg lehet hosszabbítani a garanciát 12 évről 20, illetve 25 évre. Számtalan napelem létezik, jelen pillanatban a nagykereskedelemben elsősorban polikristály, illetve monokristály szerkezetű napelemeket lehet találni. A kettő között technológiában van némi eltérés, illetve valamilyen mértékben a hatásfokban. Azt látjuk, hogy a polikristály szerkezetű napelemekre van talán Magyarországon nagyobb igény, az elsősorban az árérték arány miatt. Mi egy SolarWatt nevű német gyártótól szállítjuk a napelemeinket. Ezeknek a sajátossága az, hogy nagyon hosszú garanciával rendelkeznek. Létezik egy olyan üveg-üveg típusú napeleme ennek a gyártónak, ami 30 év teljes körű garanciát biztosítanak. Ezen túlmenően talán egyedüliként a piacon ez a gyártó a termékei mellé, a napelemei mellé egy 5 évre szóló teljes körű biztosítást is kínál. Ez azt jelenti, hogy a termékkel bármi történik ez alatt az 5 év alatt, legyen ez fizikai sérülés, vagy külső behatás, esetleg műszaki meghibásodás, a biztosító fogja ennek a javításnak a költségét megtéríteni, illetve azt is megtéríti, hogyha a hiba kapcsán termeléskiesés keletkezett. Mi ennek a gyártónak a prémium partnerei vagyunk. Ami nagyon fontos, hogy akkor, amikor egy rendszert méretezünk, akkor általában azt veszük alapul, hogy mennyi a fogyasztás egy adott ingatlanon. A mi számításainkban, mi meglátásunk szerint egy átlagos családi házba egy olyan 15-16 ezer forintos villanyszámlával lehet számolni. Egy ilyen villanyszámlát körülbelül olyan 15-16 darab napelemmel lehet úgymond nullára kihozni. Ez azt jelenti, hogy a tetőre körülbelül olyan 25 négyzetméternyi napelemet kell felszerelni, és ezzel a napelemmel elő fogjuk tudni állítani azt a körülbelül 4800 kWh-nyi villamos energiafogyasztást. Egy ilyen rendszernek a hozzávetőleges bekerülési költsége kb. 2,4 millió forint, és azt lehet látni, hogy egy ilyen költség mellett mostani jelenlegi aktuális villamos energiárak mellett ez a befektetett költség, ez a 2,4 millió forint kb. 9-10 éven belül megtérül. És ugye az előzőekben, ahogy elmondtam, hogy egy ilyen rendszernek az élettartama 30-40 év, az azt mondja maga után, hogy a következő 20-30 éven keresztül ez a rendszer folyamatosan megtakarítást fog eredményezni, és hogyha feltételezzük azt, hogy a villamos energiának az ára módosulni fog, növekedni fog az elkövetkező években, az azt jelenti, hogy a megtakarítás, amit ezzel a rendszerrel a 20-30 év alatt el lehet még érni, az többszöröse lesz annak az összegnek, mint amennyi befektetésként erre ki lett fizetve. Fontos megemlíteni azt, hogy időnként ezeket a megújuló energiaforrásokat államilag támogatják. Most jelen pillanatban az otthon melege program az, ami a lakosság részére állami támogatást kínál. Nem egy egyszerű pályázat, elég sok feltétel az, aminek teljesülnie kell. Napelemekre szintén, eddig nem volt ugyan pályázat, de napelemekre szintén lehet állami támogatást igényelni, viszont nagyon fontos érdeklődni kell, hogy milyen feltételeknek kell teljesülnie, illetve pontosan milyen méretű ingatlanokra lehet ezt a támogatást megigényelni. A cégünk az elmúlt években folyamatosan a pályázatírásban is közreműködött, jelen pillanatban is támogatjuk azokat, akik pályázni szeretnének, minden támogatás, minden segítséget megadunk ahhoz, hogy ebbe a támogatásba mindenki, aki erre pályázhat, hozzájuthasson. Számtalan családi házban készítettünk rendszereket, rengeteg ipari létesítményben, több 10 kW-os napelemes rendszereket, hőszivattyús rendszereket telepítettünk az elmúlt években, és én azt gondolom, hogy minden, ami ma itt most a lakosság körében felmerülhet, akár nagyobb fogyasztók esetében is ezt a cégünk ki tudja vitelezni. Az elmúlt 14 év arról szólt, hogy rengeteg ügyfelet gyűjtöttünk, ezeknek az ügyfeleknek az elégedettségét elértük. Nagyon sok olyan véleményt hallottunk, ami mindenképp abban erősít meg bennünket, hogy ezt az irányt érdemes tartani, és bízom benne, hogy az elkövetkező megrendeléseink is lehetővé teszik azt, hogy tovább tudjunk fejlődni a jövőben. Én ezeket szerettem volna ez a negyed órát elmondani önöknek, köszönöm szépen a figyelmüket, és sok sikert kívánok a lendő beruházásaikhoz.